A héten Kondár Korzsófi, Hevesi Krisztina, Gáspár Laci, Delhusza John és Arely Junior próbálja lefőzni egymást a halatortámban. Nem sokára Krisztina és John mesél arról, hogy mit élveztek a legjobban a héten, de előtte nézzenek meg egy részletet a halatortámból. Adjuk el a mókust! Most a gyerekek egy sorba, légy szíves! Állj! Kabát le! Csúszik! Tanárnő, adjuk el, mókusörs jelentkezik! A feladatainkat elláttuk, a létszám teljes, várjuk a további instrukciókat, az őrs éhes! Volt ez az össznépi társasjáték, az üvegezés. Volt. És hogy miben merült ki ez a felesz, vagy mersz, nem tudom, a végére már elment egy ilyen szexuálisabb irányba. Hát levetkőztünk. Nem ér a játék, most megmondom, rajtam van a legkevesebb kiegészítő, se szemüveg, se fülbevaló, se karkötő, se kitűző, se sík. Zsófé, egyre ne haragudod, amire melltartó sincs, hogy megnyugtassalak. És Krisztán! Ez te vagy, nincs mese. Hát ezt te vezest föl, légy szíves. Igazából úgy vezettem volna fel, hogy most itt ennél a pillanatnál ugye kénytelenek voltunk megállítani a felvételt, hogy ez hogyan végződött, vagy hogyan folytatódott. Beszéljünk inkább arról, hogy ez az úttörő tárgy, ez Csillebért? Igen, Csillebért. Ez hogyan jött ez az ötlet? Nagyon jó pofán. Sziasztok egyébként. Jó reggelt. Amúgy igen, jó reggelt. Delhusza John és Hevesi Kriszta a vendégünk. Nagyon közel van hozzánk, és azért, tehát tényleg oda szoktunk nyáron például átjárni, akár úszni, akár futni a környéken, normafánál sokan futnak, úgyhogy elsősorban ez a fő kötődés. De, igen. Hát most te elterelted, én nem értem, hogy miért nem arról beszélünk, hogy itt egy klasszikus üvegezés történt, nem? Tehát, hogy ott valami ott bontódik kifele. De nem. Szerintem mindenki erre fog emlékezni. Belefér ez az adásba? Nyilván, tehát tulajdonképpen itt ennek az a lényege, hogy az volt a téma az én főzésem napján, az afrodiziákumok. Uh-huh. És innen jött, hogy akkor már ugye ilyen értelemben fűszerezzük meg ilyen kicsit ilyen szexuális történetekkel is, tehát, hogy ez adja a dolog keretét, és az pedig a dolog eszmei mondani valója ilyen értelemben, hogy tanuljunk meg beszélni a szexről. Így van. Tehát, hogy ez nem feltétlenül annyira pikáns, mint amilyennek kinéz, de azért nyilván valahol azért adta magát. Mennyire? Hogy jött össze a társaság? Mennyire találtátok meg a hangot? Ugye rajtatok kívül, ahogyan mondtuk is, Kondár Korzsófi, LL Junior és Gáspár Laci is a csapat része volt. Vitték a prémet. Vitték? Ők voltak a hangadók? Vitték a prémet. Minden nap úgy telt, hogy ők Gáspár Laci szavába nem nagyon tudtunk belevágni. Uh-huh. Juniorral ők ketten nagyon nagy konszenzusban voltak, és az egész est hangulatát mindig meghatározták, úgyhogy mi csak követtük, és tudtunk nevetni. De Johnny, ne arra úgy, hogy ezt kérdezem tőled. Most így szembe ülsz velem, és nézem ezt a control monitort itt a stúdióban. Nem tudom eldönteni, hogy te most fodrásztól jössz, vagy fodrászhoz fogsz menni. Vagy hogy elfeküdtem a hajam. Inkább az elfeküdtem a hajam, és váratlanul ugrottam ki a taxiba, hogy ide jöjjön. Hogyan birkoztál meg, hogyha jól figyeltem, akkor Krisztina talán mivel is kezdtél? Afrodiziákumok. Igen, osztrigával, ugye? Osztrigával. Hogyan birkoztál meg az osztriga felnyitásával, felbontásával? Én bontottam fel mindenkinek, olyan? Igaz? Rendes osztriga késsel? Nem osztriga késsel, egy csavarhúzóval. Hát ennyi. Az volt a rendelkezés, és nem tudták. Én imádom, én nagy seafood fan vagyok. Uh-huh. Úgyhogy én... Bors, pezsgő, nem, cikra. Semmi. Teljesen pur. Uh-huh. Teljesen naturba. Mondjuk egy kis citromot. De ezért... ez a nagy osztriga volt, szóval rendesen be volt gyógyulva, úgyhogy rendesen szabályszerűen meg kellett találni a gyenge pontját. Én ebben elég otthon vagyok, éppen azért, hogy nagyon szeretem, úgyhogy én pontosan tudtam, hogy melyik rész az a pont, ahol van egy milliméteres, két milliméteres lukácska, és oda csavarozott, de kifordítottam és nyílt. Uh-huh. Vegyél majd egyszer egy rendes osztriga kés, mert ezzel nagyon-nagyon egyszerű egyébként. Hát, ha lett volna az úttörő táborban. Akkor még az olyan unalmas. Tehát csavarhúzóval, mert sokkal érdekesebb. Mennyire gyakorlott háziasszony vagy te, Krisztán? Mennyire szoktál főzni? Szoktam főzni, de hogy mondjam, tehát azt nem szeretem, hogyha kötelező. Uh-huh. Tehát a monotonitást és a rutint nem. Úgyhogy inkább akkor, hogyha tényleg elengedhetem a fantáziámat. Nem főzök minden nap, tehát inkább egy kicsit ilyen kampányfőző vagyok. Uh-huh.
Említetted beszélgetésünk elején azt, hogy ugye a szexualitásról, hogy lehetett, vagy lehetett volna beszélni, hogyha jól emlékszem, akkor ugye benne volt az is ebben az estében, hogy szóba került, hogy ki mikor vesztette el. Mindenki nagyon egyértelműen és őszintén tudott erről beszélni, vagy te azért így látod azt, hogy néhányan zavarban vannak? Néhányan zavarban vannak, tehát erről azért nagyon nehéz beszélni. Ez a probléma különben jelenleg kultúránkban, hogy egyik oldalról hencegni, dicsekedni, trágárul beszélni nagyon könnyen tudunk, és a másik oldalról viszont komolyan, és tényleg akár az érzelmekről, akár a problémákról, pedig teljesen leblokkolunk. Itt most nem erről volt szó, nem a problémákról, hanem egy kicsit valahol azt is akartuk demonstrálni, mennyire nehéz tényleg megnyílni, és tényleg kimondani dolgokat. Te mennyire tudtál megnyílni? Vagy nem is akartam? Nem tudtam megnyílni, van egy bizonyos pont, amit, hát aztán lehet, hogy korfüggő, hogy mi az, ameddig jó pofa beszélni ilyenekről, és mi az, ami után már az ember egy icipicit úgy azt mondja, hogy legyen ez 3 lépés. Én meg azért csak tudja az ember, hogy ez kimegy aztán adásba, és hogy egész ország. Igen, igen, nekem engem egy picit frusztrált. Nem azért, mert prűd vagyok, hanem azért, mert mit kéne mondani. Én írásba adom, hogy nem lehet elmondani senkinek. Inkább főztél helyette. Ilyen is van. Na jó, kíváncsiak vagyunk a részletekre. Köszönjük szépen. Köszönjük, hogy bejöttetek.